A kereszténységben és az iszlámban is sok szó van a zsidókról, a zsidóságról, a tóráról, mózesről Ugyanez viszont a fordított irányban nem igaz. A zsidó forrásokban értemszerűen nagyon kevés van ezekről. Az össz forrásanyaghoz képest minimális a kereszténység. Jézus idején egy zsidó irányzat volt. Egy olyan zsidó irányzat, ami szembefordult, a rabbinikus zsidósággal, amelyet mi ma zsidóságnak nevezünk az elmúlt 2000 évben, de ebben az időben, tehát körülbelül ez a 2000 évvel ezelőtti időszakban nem egy ilyen volt, hanem, hanem, több tucat olyan zsidó irányzat volt, amelyik szembefordult a rabbinikus irányzattal. hogy beszéljünk most egy olyan időszakra, amikor a római birodalom része volt Izrael, és a zsidók keresték annak a lehetőségét, hogy hogy tudnak felszabadulni a rómaiak igájától, és egyáltalán hogyan kell viszonyulniuk a rómaiakhoz. A másik kérdés, amit felvetettél, hogy jó-e az, hogy van kereszténység? Ez egy nagyon érdekes kérdés. Üdvözlünk mindenkit, ez a Köves Darabit Podcast Köves Lomóval és Szilágyi Szilárddal. Az előző adásban a kabaláról beszélgettünk, mint egyfajta Spirituális útról, és a zsidóságon kívül, illetve a zsidósághoz kapcsolódóan vannak még spirituális utak, ezek különböző egyházaknak ne tekintendők, vagy hitvilágnak, vagy hitnek. A mai adásban arról szeretnénk beszélgetni, hogy mi a zsidóságnak a viszonya alapvetően ahhoz a két Irányzathoz, ami közvetlenül kapcsolódik hozzá, illetve belőle nőtt ki, magyarul az iszlámhoz és a kereszténységhez. Az iszlám gyökerei azok közel vannak a zsidóság gyökereihez. Kezdjük talán ezzel. A, az mindenki számára köztudott, hogy a, a zsidóság, vagy legalábbis úgy gondolják, hogy a zsidóság és az iszlám az szemben áll egymással. Mi az igazság ezzel kapcsolatban? Ugye az, hogy különben a két vallás közül melyik az, amelyik közelebb áll, és melyik az, amelyik távolabb, ez olyasmi, ami nem egyértelmű, hiszen az a, a iszlámra szoktak úgy hivatkozni, mint hogy ugye Ismailből és ezen keresztül Ábrámból származik. Mindeközben azért az iszlámnak a fő vallásalapítója, profétája nem volt zsidó, ugye Mohamed. Ugyanakkor viszont a kereszténységre ez nem igaz, hiszen uh -huh. Jézus és az összes tanítványa zsidók voltak. De majd minél a kereszténységre is rátérünk persze. Az iszlámmal kapcsolatban, csak úgy, mint a kereszténységgel kapcsolatban, nagyon fontos szerintem szétválasztani azt, hogy amikor a vallásról és a hitelvekről beszélünk, akkor az egy dolog, és aztán vannak a keresztények és zsidók, keresztények és uh, muzulmánok, de most főleg a muzulmánok és zsidók, és keresztények és zsidók történelmi, meg viszonyából közösségei közötti viszonyból fakadó viszonyrendszerek és hozzáállások. És az a kettő nem mindig van egymással fedésben, és ezt majd a konkrét példákat is beszéltünk. Tehát van egy kérdés, hogy mit mond a hitelveiről az egyik a uh -huh. másiknak, és ezt nem mindig olyan könnyű letisztítani arról a behatásról, hogyha mondjuk a zsidókat, a keresztények üldözik sok száz éven keresztül, akkor nem kell azon csodálkozni, hogyha mondjuk esetleg nem annyira nagy tisztelettel beszélnek róluk, mondjuk 5-600 évvel ezelőtt, amikor éppen egy inkvizíció közben vagyunk. Tehát, hogy ezeket mindig a történelmi kontextusban is el kell helyezni. Alapvetően a, a, az iszlám eh, kapcsolódik természetesen a, a zsidósághoz, hiszen eh, már jó magam, nem vagyok eh, eh, egy átlag laikusnál lényegesen jobb ismerője az iszlámnak, a fiam hála Istennek viszont igen, borzasztóan érdekli ez a téma, és arabul is kiválóan beszél, úgyhogy van egy ilyen információforrásom, meg hát olvasgattam egy kicsit a Koránt, meg az iszlám történelmét, tehát az, a Koránna az egyik leggyakrabban említett név a Koránban, az Mózes, és tudjuk azt, hogy ugye az egyik vád Mohameddel szemben, hogy tulajdonképpen a zsidó vallást fordította, próba, vagy azt, azt próbálta eladni egy új csomagolásban. Uh -huh. <kül> és hát ugye tudjuk azokat a történeteket is, amikor uh, uh, Mohamed meg akarja győzni a zsidókat a, a, az iszlám igazságáról, ez ő proféciájának az igazságáról, és um, és ezzel akarja az egész környezetét is ezzel meggyőzni, és aztán végül, köz nem sikerül, akkor nagyon ellenségessé válik a, a zsidókkal szemben. Tehát például a vannak ilyen is, meg, oly, ilyen, meg olyan megjegyzések is a zsidókkal kapcsolatban. Vannak alapvetően pozitív megjegyzések, és vannak negatív megjegyzések is, de nagyon negatív megjegyzések is, tehát olyanok, amik, amik egészen, egészen durvák, és, és, mai nyelven úgy mondanák, hogy antiszemiták. De ami szerintem nagyon fontos, hogyha nem arról beszélünk, mert én erről kevésbé tudok hitelesen beszélni, hogy mit mond az iszlám a zsidóságról, hanem arról, hogy a zsidóság mit mond az iszlámról, akkor az fontos tisztázni, és ez a kereszténységre is ugyanígy igaz, hogy ez nem egy szimmetrikus viszony. Egy nagyon aszimmetrikus viszony, mert ugye egy olyan vallás, ami egy másik vallásból eredeszteti magát, mint a kereszténység és az iszlám, amelyik alapvetően a mózesi proféciára és a, a, a Héber Bibliára építi a, a, a hitelveit, annak mindenképp valamit mondania kell arról a vallásról, amiből eredeszteti magát, hiszen mit állít, azt állítja, hogy az a vallás már nem aktuális, vagy idejét múlt, vagy már nem úgy. Kéne, hogy legyen, az a szövetség már nem olyan, mint amilyen, amilyen kéne, hogy legyen. Itt vagyunk mi, akik valamilyen új, ö, új szövetséget, vagy új hitet, vagy új ö, értékeket hozunk. Tehát nem teheti meg a saját definíciója kapcsán sem, hogy ne beszéljen arról a másik vallásról. És ezért a kereszténységben és az iszlámban is sok szó van a zsidókról, a zsidóságról, a tóráról, a múzesről. Ugyanez viszont a fordított irányban nem igaz. A zsidó forrásokban értem nagyon kevés van ezekről. Az össz forrásanyaghoz képest minimális. És nézben azért, mert ugye történelmileg a zsidóság 3000 évéből, több mint 3000 évéből, mondjuk 2000 év az, amikor van kereszténység, és kevesebb, mint 2000 év, amikor van iszlám, tehát egyszerűen a forrásanyag olyan időben és helyen termelődik meg, ahol ez, ez nem téma. És másrészt azért nem, mert zsidóság ugyanolyan zsidóság maradna, akkor is, hogyha nem lenne iszlám és kereszténység, az öndefiníció szempontjából nem kell kinyilvánítani, hogy mit gondol erről a másik két vallásról. És ezért ez nem, nincs fókuszban, ez nem egy, nem egy központi kérdés, nem egy központi téma. Um, és, és uh, szerintem ez a, ez a ez a központi dolog, amit szem előtt kell tartanunk. És ugye a zsidóság, az iszlámmal, ugye a kérdésed úgy hangzott, hogy nincsen békében. Ez egy nem annyira vallási, hanem inkább történelmi vagy politikai kérdés, nem csak ma, hanem a múltban is. Ugye az iszlám kezdetektől fogva nem csak egy vallás, hanem egy, egy politikai. Egy birodalmi, politikai uh, irányzat, vagy ideológia, tehát ilyen értelemben uh, nagyon nehezen szétválasztható, amikor a viszonyt akarjuk definiálni, szétválasztható a zsidóság viszonya, az iszlámmal kérdés nehezen szétválasztható a vallási elvek és a, 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 a kölcsönös megtapasztalások. És ez egy hullámzó viszony volt, ilyen értelemben, hiszen a voltak olyan időszakok, a, az iszlám aranykorában például, amikor a, a, a zsidóság egy e, teljesen elfogadott és e, legitim e, közösségnek számított a, uh -huh. a, 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 a iszlám e, felhatóságban, e, a kalifátusokban, és a, 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 aztán később a török birodalomban, és itt tovább. E, és e, voltak olyan időszakok, amikor, amikor az iszlám ugyanúgy, vagy közel hasonlóan, hanem is ugyanúgy üldözte a zsidóságot, mint, mint a keresztény Európában. És nyilván a kereszténység tekintetében is azért ez egy hullámzó viszony. És ugye az utóbbi 70-80 évben a modern Izrael állam megalakulása okán értelmszerűen van egy, egy, egy megújult ellentét, és ennek az utóbbi pár évtizedben lett egy nagyon erősen vallási vonulata, ugye. Most ez egy egészen más téma, de mondjuk Arafat és a Palesztin Felszoltás Szervezet nem volt alapvetően egy vallásos szervezet. A Hamas vagy a Hizbala vagy a hasonló terrorszervezetek ezt a konfliktust egyre inkább egy vallási élel e, viszik. Tehát ebben az értelemben van egy ilyen ellentét, de ennek nem sok köze van a vallási, vagy a, a, a hitelvek tekintetében való e, különbségekről, vagy viszonyulásokkal. Nagyobb falat azt gondolom, hogy a kereszténység. Ha a gyökerekhez visszamegyünk már, mint a kereszténység gyökereihez, akkor akkor mit mond a zsidóság, mit mondanak a, a, a régi bölcsek Jézusról? Nem sokat. Tehát Jézus értelmszerűen az Ohiber Bibliának nem, nem része, hiszen az, az, az sok száz évvel Jézus megjelenése előtt egy lezárt könyv, ahol találhatunk, Jézusról, vagy állítólagosan Jézusról. Én hogy egyáltalán be lehet azonosítani? Mert hogy... Nem egyértelmű. Oké. Okay. Emlékszem, szerint körülbelül 15-20 olyan hivatkozás van a Talmudban, amiben, ami, ami, valamilyen Jézusról beszél, de a kommentárok azt mondják, ez legalább két ember, akiről mm -hmm. szó van, mert van, az, az, a kontextusa, hogy ezek a hivatkozások elhangzanak, azok körülbelül 300 év különbséggel vannak egymástól. És alapvetően ugye a Talmud, ami, ami, amiről most itt beszélünk, az uh, uh, időszámításunk, uh, vagy a polgári időszámítás szerint 5.-6. évszázadban lett lezárva, tehát ott már volt egy 400 év, 4-500 év, amikor a kereszténység már létezett, de alapvetően ez ugye a Talmud nem ö, ö, keresztény környezetben született. A Talmudnak ez a törszövege, amiről most beszélünk, hanem ugye a babilóniai Talmudnak nevezzük, ugye a Perzsa ö, birodalom, akkor már Perzsa birodalom ö, ö, alatt. És ugye azt fontos értenünk, hogy amikor azt mondjuk, hogy van 15-20 hivatkozás, akkor ezek rövid történetek vagy anekdoták, ahol megjelenik ez a uh, személyiség, de hát a Talmud egészéhez képest, ami uh, áll uh, nagyjából uh, 5000 oldalból és ez az 5000 oldal, hogyha most magyarra lefordítanák, akkor körülbelül ennek legalább a négyszerese lenne, mondjuk 20 ezer oldalnyi anyag. Abban ez egy csepp a tengerben. Most itt ugye a, nem is ez a szerintem a fő kérdés, ezekre a hivatkozásokra is visszatérhetünk, mert ezek között vannak dehonestáló jellegű kifejezések is, de ezért előre, hogy ez, ez egy ilyen visszaható, hogy egy ilyen visszatekintő hivatkozás uh -huh, uh -huh. uh, arra, hogy tulajdonképpen amikor akik a talmudban megszólalnak, azoknak van valamilyen, és általában eléggé negatív tapasztalatuk arról, hogy a keresztények hogy akarják őket uh, karddal és bunkosbottal idézőelve megtéríteni. Tehát ez nem ez még sokat nem jelent azzal kapcsolatban, vagy nem mond azzal kapcsolatban, hogy a zsidóság hitelvei és a, és a kereszténység hitelvei hogyan viszonyulnak egymáshoz. De alapvetően szerintem, ha most össze akarjuk foglalni a hitelvek szintjén, akkor azt lehet mondani, hogy két vagy három olyan kulcskérdés van, amiben tulajdonképpen a kereszténység levált, kivált a zsidóságból. Mert ezt ugye rögzítsük, hogy a kereszténység Jézus idején egy zsidó irányzat volt. Egy olyan zsidó irányzat, ami szembefordult a rabbinikus zsidósággal, amelyet mi ma zsidóságnak nevezünk az elmúlt 2000 évben, de ebben az időben, tehát körülbelül ez a 2000 évvel ezelőtti időszakban nem egy ilyen volt, hanem, hanem több tucat olyan zsidó irányzat volt, amelyik szembefordult a rabidikus irányzat, hogy beszéljünk most egy olyan időszakra, amikor a római birodalom része volt Izrael, és a zsidók keresték annak a lehetőségét, hogy hogy tudnak felszabadulni a rómaiak igájától, és egyáltalán hogyan kell viszonyulniuk a rómaiakhoz, uh -huh. és ebbe, már ebben a politikai kiszolgáltatottságban is, és aztán a szentély pusztás után különösen újra kellett értelmezni az egészet, és meg kell találni a helyét a zsidóságnak. Tehát tehát, csak ezt csak azért mondtam el, hogy onnan indulunk, de most ne arról beszéljünk, hogy akkor mi volt, hanem hogy most, vagy az elmúlt kétszer évben, mi a viszony a, a, zsidó, a zsidóság mit gondol, a judaizmus, nem a zsidók, hanem a judaizmus mit gondol a kereszténység kitelben, és hol vált el ez, hol lett ez egy nem irányzat, hanem egy önálló egyházes vallás. Ugye, alapvetően a amit gondolni szoktak az emberek, hogy itt a messiás a kérdés, hogy akkor a Jézus a messiás, vagy, vagy sok a zsidók ezt nem fogadták el. Ugye ez önmagában, hogy, a, hogy valakiről emberek azt gondolják, hogy a messiás, vagy azt mondja magáról, hogy messiás, ez még nem eretnekség. Uh -huh. Az fontos zárójelben megjelzni, hogy a messiás fogalma az a zsidóságban egész mást jelent, mint ma a kereszténységben. A kereszténységben a megváltó, amennyire én értem, az egy személyes a bűnök, a bűneink, vagy a, a gyarlóságunktól való megváltó, aki, aki, aki által érdemesek leszünk a túlvilágra, vagy valami, uh -huh. valami ilyesmi. A zsidóságban a megváltó az egy sokkal gyakorlatilasabb személyiség. Van, aki, aki egy vezetője a, a, a zsidóságnak, és a világnak, aki egy egy utópiába vagy egy, 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 egy világbékébe és egy Isten megértését kereső ö, állapotba hozza az emberiséget, de ugye a zsidó bölcsek ö, azt tanítják, hogy minden nemzedékben van legalább egy ilyen ember, aki potenciálisan lehet a Messiás és hogyha neki sikerül elhozni azt az állapotot, akkor eljött a Messiás, De amíg nem, addig nem, tehát itt annak nincsen ö, annak az értelmezési keretei nincsenek meg a zsidóságban, hogy hogy ő volt a messiás, de aztán elment, és majd lesz egy visszatérés, és el kell őt fogadni. Tehát ezek nem olyan fogalmak, amik a zsidóságban a messiáshoz kötődnek. Különben maga a messiás szó az azt jelenti, hogy felkent, uh -huh. és ez onnan származik, hogy a királyokat, illetve a papokat felkentették. hiszen a, vagy a Biblia arra azt mondja, hogy fel kell őket kenni. A kenetolajjal. olajjal. És a messiás maga egy király, egy vezető, akit fel, és ezt jelenti, a uh -huh. Siach David, a Dávid király leszármazottja, hogy Dávid is egy felkent király volt, ő is az lesz. Tehát hagyjuk, nem ez a fő kérdés, tehát nem, nem ez a központi kérdés. A zsidók száz évvel Jézus után azt gondolták bárkokbáról aki egy hadvezér volt, hogy ő a messiás. Tehát ez még nem ez még nem jelent, nem, nem jelenti azt, hogy hogy ettől ez egy másik vallásá lenne. Az alapvető ö, szétválás, az amennyire én ezt látom, az Pál apostolnak uh -huh. a munkásságának köszönhető, uh -huh. amikor ő a zsidóság, amúgy különben a római birodalomban nagyon egyre trendibb, vagy egyre érdekesebb tanításait, de a rómaiak számára egyre érdekesebb, meg a többi, római birodalomban létező nép, és alapvetően ilyen értelemben lemaradott pogány kultúrában egyre érdekesebb és újszerűbb tanításait, úgy fordította már a zsidóság tanításait, hogy az mindenki számára egy univerzális dolog legyen. Tehát Pál az, aki részben kiterjeszt és azt mondja, hogy a kereszténység, vagy a zsidóságnak az akkori Jézusi tanításai azok nem csak a zsidókra vonat, tudnak vonatkozni, hanem mindenkire, és létrehozza az új szövetség fogalmát, ami, ami, ami mögé tesz egy egy, 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 egy teológiai állítást, ami leegyszerűsítve úgy szól, hogy Isten először szövetséget kötött Ábrám és Mózes révén a zsidókkal, ezt a szövetséget pedig most fölváltja egy új, univerzális szövetség, és, és ez a régi szövetség pedig idejét múlt. És tulajdonképpen ez az, ami a, a gócpont, mind teológiailag, mind pedig történelmileg. És akkor mind a kettőről mondok egy pár szót. Ugye teológiailag úgy, hogy a, amikor ezt kimondja, akkor ezzel azt is egyértelművé teszi, hogy az új szövetség más, mint a régi, a, a, az ó szövetség, és alapvetően az egyik fontos kérdésemben más, az, az a gyakorlati micváknak és rituáléknak a szerepe. Uh -huh. Hogy a kereszténység azt mondja, hogy nincs szükség már azokra, arra számos uh, micvára, hogy mit mondjuk, a szövetségi elképeire, amik különböző a, a mindennapi életet meghatározó rituálék mert az új szövetség elfogadása és Jézus személyiségének az elfogadása ezeket, ezeket kiváltja. Ez egy olyan tézis, ami nem tud együtt élni a zsidóság, mert a zsidóság azt tanítja, hogy ez a szövetség, ez egy örök szövetség, amit senki nem tud megváltoztatni. Itt, van a, ezért ez egy áthidalhatatlan probléma. Magának a Jézus a származó tanításoknak egy részében is van ilyen utalás, amikor is azt mondja, mondjuk, hogy nem az egyik, hogy mi, mi megy be a számon, hanem, hogy mi megy ki. Akkor ugye tulajdonképpen a kóser étkezésnek a megkérdőjelezése, vagy amikor arról beszél, hogy ahogy a főpap, vagy ahogy a papok megszeketik a szombatot a templomban, így szeketi meg ő is a szombatot. Tehát ezek, ezek olyan dolgok, amik, de ami, ahogy ezzel egy koherens ideológia, én úgy gondolom, amennyire ezt ismerem, az pár révén jön létre. Uh -huh. Tehát ez a teológiai kérdés. Az, hogy ez egy probléma, az, az egy másik dolog, de hogy ez az, amiben szétválik a kettő. És akkor innen majd föltetjük azt a kérdést, és erről szerintem beszéljünk is, hogy oké, okay, de hogy a zsidóság. Mit gondol arról, hogy ez a világnak jó volt-e, vagy hogy vagy, vagy ez egy pozitívum-e, hogy akkor hogy tulajdonképpen a zsidóság értékelje, amikor akkor a római birodalomban, a római birodalom és az akkori emberiség mondjuk 5%-a volt zsidó, az, azoknak a tanításait kiterjesztette -e a világ egész számára elérhetővé? Tehát ez jó dolog-e, vagy nem? Ez a egy, ez egy következő kérdés. És akkor innen van a másik probléma, ami viszont a történelmi probléma ami egy nagyon nehezen áthidalható és nagyon sok vérrel és üldözéssel együtt járó probléma. Az, hogy amikor azt mondja ez a páli tanítás, hogy az új szövetség felváltja az ószövetséget, és az ószövetség idejét múlt, akkor innentől fogva, ha a zsidók továbbra is ragaszkodnak ehhez az ószövetséghez, az megkérdőjelezi valahol ennek az új szövetségnek a legitimitását. És ez egy olyan ö, tüske a, a kereszténység szemében, amivel nem mindig tudott mit kezdeni. Innen jön, hogy a, a kereszténység nem egyszerűen ö, nem értett egyet a zsidókkal, hanem a er, keresztény Európában a keresztény és a ség, mint vallás és a hatalom összefonódásában. A zsidók, mint egy folyamatos trigger, egy folyamatos provokáció szerepelnek, akiknek nem lehet más a sorsuk, mint a számkivetettség és az üldöztetés. És a... uh -huh. Mert amíg ők itt vannak, és amíg ők nem fogadják ezt az új szövetséget, addig nem teljesült ki ez az új szövetség, és ezzel egy nagyon véres üldöztetés veszi kezdetét, amiben vannak békésebb időszakok. De alapvetően a megtapasztalása innentől fogva a zsidóknak a kereszténységgel kapcsolatban az az, hogy nem, hogy ez nem megváltás, vagy bármi hasonló, hanem egy egy, 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 véres, véres üldöztetés. És ez szerintem a két pont, ami, ami meghatározza ezt a, ezt a viszonyt. Az egy másik kérdés, hogy, hogy nagyon sok tekintetben megvált, sok minden a kereszténység zsidósághoz való viszonyában az elmúlt 50-100 évben, leginkább én azt gondolom, hogy a vízválasztó az a holokauszt és, a, és a Izrael állam megalakulása. Ugye csak egy érdekesség, hogy maga az, az, hogy Izrael megalakul, és létre egy zsidó állam, ez egy teológiai probléma a katolikus egyháznak. Nem véletlen, hogy csak a 60-as években vették föl és ismerték el és vették fel a diplomáciai kapcsolatokat, és és ugye kellett hozzá egy, 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 egy még a holokausz után is, vagy közel húsz év. Mert ugye, hogyha a zsidók nem egyszerűen vannak, hanem még az ősi bibliai földjükre is visszatérnek, akkor ez, ez még nehezebben teszi értelmezhető, hogy akkor hogy van ez az ó meg új szövetség probléma. De mindenek mellett sok minden megváltozott, mert mert ugye a modernitás megjelenésével, és a, 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 az embereknek a vallásokhoz, meg a saját magukhoz, meg az emberi kondíciókhoz való hozzáállásával nagyon sok tekintetben a kereszténység, és zsidóság közötti vallási különbségek és viták, kezdtek egyre irrelevánsabbak lenni most társadalmi vagy politikai értelemben, és egyre fontosabbak lenni azok a közös pontok, mint hogy például van egy teremtő, uh -huh. vagy hogy van egy Isten, vagy hogy, hogy van jó, meg van rossz, meg van szabad választás. És ilyen értelemben egyre inkább közös platformon vannak. Igen, nem csak az antiszemita oldalak, azok előszeretettel idéznek vagy ragadnak ki részleteket, a Talmudból, Midrásból annak érdekében, hogy igazolják, hogy a zsidók azok abóvó gyűlölettel voltak Jézus iránt, és amit az előbb is mondta, hogy ugye a régi íratok azok minimum kettő Jésúben Józsefet különböztetnek meg, vagy különítenek el, ezek időben is elkülönülnek, mind a kettőnek a története azért valamennyire kapcsolódik az én tudásom meg emlékeim szerint Jézushoz. Az, ugye az egyik ilyen, amelyik azt mondja, hogy hogy, hogy ennek az egyik Jézusnak a két szerepel, az apja az egy római katona volt, és a, hogy büntetése van Jézusnak a pokolban azért, mert ő, 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 ő eretnek, vagy, vagy nem is tudom, hogy egy lehet bűnbevitt a zsidóságot. Mit lehet ezzel kezdeni? Igen, tehát ezek, ahogy említettem a beszélgetésen, vannak ilyen kifejezetten pejoratív és de van ezt álló a Talmudban, de ugye azt fontos érteni, hogy a Talmud, egyrészt, hogy a Talmud az nem egy ilyen steril teológiai értekezés. A Talmud az egy, az egy gyűjteménye különböző mondásoknak, anekdotáknak, párbeszédeknek és alapvetően leginkább jogi kérdéseknek a diskurzusainak. És Ugye ezt csak azért mondom el, hogy ha valaki elmesél egy történetet, tulajdonképpen egy ilyen anekdotát, valamilyen tanmesét, akkor ez nem egy, ezt nem úgy képzeljük el, mint egy ilyen teológiai fejtegetés, hanem valamilyen mondás vagy történet, aminek van valamilyen célja, vagy van valamilyen oka. És szerintem itt ezért fontos kontextusba helyezni. Tehát egy olyan időszakban gyűlnek össze ezek a mondások, amikor hatalmas nyomás van a zsidókon, uh -huh. fizikai nyomás. Hogy, hogy, adják fel a hitüket, és váljanak keresztényekké. És ebben a, az időszakban nincs is más választás, nem lehet finomkodva beszélni, hanem, hanem, hanem a, az itt összegyűjtött az anekdoták azért ilyenek, mert, mert nem csak azért, mert borzasztó sok szenvedést kellett megélniük ezeknek a rabbiknak és az ő közösségeiknek a kereszténység nevében, Uh, hanem azért is, mert mindent meg kell tenniük azért, hogy ennek a nyomásnak minél kevesebben engedjenek, és uh -huh. minél kevesebben uh, hagyják el a vallásukat, és ezért ne, itt nincs középút, tehát itt nem lehet, nem lehet akkor... Hogy akkor Hát, ilyen... tudod Melyik hát nem csak az, a... hogy nem válasz, hogy nem lehet, nem lehet ilyen finomkodva beszélni uh -huh. a kereszténység, mint hogy mi most itt egy pár víz mellett, vagy egy pár te mellett csináljuk, mert, mert egyszerűen uh, nem, nem maradt volna meg a zsidóság. De hozzáteszem még egyszer, az fontos érteni, hogy ezek nem központi témák. Talmudban mondom, egy 20 ezer oldalas anyagban van 15 ilyen hivatkozás, uh -huh. ami sokkal nagyobb kérdés szerintem, és amit az antiszemiták is sokkal nagyobb előszeretettel hivatkoznak be. Csak hogy értsék a kedves hallgatót, tehát különösen a 19. század Franciaországában nagy reneszánsza volt a francia antiszemitizmusnak, és, és el, itt, itt születtek olyan úgymond gyűjtemények, amik franciánra lettek fordítva, és amelyeket később az anti egészen a náci birodalomig mindenki hivatkozott, a mai napig is hivatkoznak, amelyek különböző a kontextusból általában kiemelt idézetek, és egy, egy vékony könyvben ezek össze vannak gyűjtve, bizonyítan vál, hogy a zsidók mennyire deonesztálóan gondolkodnak a, a, a nem zsidókról úgy általában. Uh -huh, uh -huh. És ezekben vannak valóban olyan e, olyan e, idézetek, amik viszont már jogi jellegűek, tehát amik nem egy ilyen anekdota, vagy valami, hanem ahol arról van szó, hogy egy zsidó hogyan kell, hogy viszonyuljon egy, egy, egy pogányhoz. E, és ebben nagyon sok minden van, tehát ez most ez szerintem egy egész alássorozat lehetne, ami, ami tényleg létező dolog, tehát akár olyasmi, hogy a zsidó ne kereskedjen eh, pogánnyal, és akkor itt hozzáteszem, itt, itt van az első fontos megjegyzés, hogy pogánnyal slash nem zsidóval. Uh -huh. Mert ugye a, 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 ezek, a, ezek a jogi szövegek olyan időben születtek, amikor. Ez ugyanazt jelentette, nem volt a kettő között különbség. Picit lazítva, ugye van ez a régi mondás, hogy valakinek az ősei vagy zsidók voltak, vagy pogányok. Így van. Tehát ugye ebben az időben nem volt átmenet. És akkor a Talmud ezeket a, tehát van a Talmud, ami mondjuk létrejön az első század és az ötödik század között. De ő mit magyaráz a misnát, ami mondjuk az időszámítás előtt hatodik század és az első század között jött létre. Tehát ezek a fogalmak egy olyan időszakból származnak, ahol a kettő között nincs különbség, vagyis pontosabban van egy kivétel, erről majd talán nem is ebben az adásban, egy következőben fogunk beszélgetni, de alapvetően nincs különbség, és a megjelenik a Talmud még ezer évvel később nyomtatásban, a 15. században, először Velencében, utána Vilnában, és a keresztény cenzorok átnézik a talmudot, és ezeket részben kihúzzák, kiveszik, mert úgy vannak vele, hogy hát ez a milyen de álló a keresztényekkel kapcsolatban. De alapvetően nem, egy, nem keresztényekről van itt szó, nem a kereszténységről van szó, hanem a pogányokról van szó. És <coughs> a kérdés az az, hogy ezeknek a... Tehát úgy kezdtem mondani például ilyenek, hogy ne kereskedjen pogányjal, az a pogánynak a, a, a a, a vallási ünnepén, mert akkor, ha kereskedik vele és valami jó üzletet, akkor, akkor ő majd a, a, az Istenét fogja, a bálványát fogja dicsőíteni, és akkor ezzel mi elősegítjük a bálványivádást. Vannak olyan, olyan megjegyzések is a Talmudban, hogy, hogy nem egyértelmű, hogy egy egy pogány életét meg kell -e menteni vagy sem, tehát vannak elég kemény, kemény dolgok, és akkor fölmerült a középkorban, hogy ezek a mondások, ezek vonatkoznak-e a keresztényekre. Uh -huh. És egy elég komoly vita volt a, a, a talmudi ö, kommentárok között, most beszélünk most pár a 10., 11., 12. századról, és mindazok dacára, amit az előbb beszéltünk, ami így a, a nagyon negatív megtapasztások voltak, van egy nagyon érdekes meghatározása, ami Me írik, Ami iri, -Iri ö, egy... Ö, Francia Talmud kommentár, aki a 12. században élt. És Miri azt mondja, hogy a zsidóságnak az egyik célja, hogy a, a pogánybálványmádást eliminálja, megszüntesse. Ez egy külön téma, különben, hogy a zsidóságnak mi a, a világgal, vagy az emberiséggel a célja, most teológiailag, talán erről egy következő adásban még beszéljünk. De alapvetően, hogyha elolvassuk a Bibliát, és azt látjuk, hogy a, amikor megérkeznek Kánvánba a, a zsidók, akkor, akkor háborúznak, és ezeknek a háborúknak része az, hogyha elfogadják a, a, a Biblia alapvetéseit, az úgynevezett no Noé 7 törvényét a Kánályták, akkor nem kell őket megölni, meg hasonlók. Ez egy nagy ívnek a része, aminek része az, hogy a akkori pogány-bálványimádás legyen megszüntetve és akkor fölmerül a, és, és, ennek a, ezt a legerősebb, legdurvább eszközökkel is. Majd erre is visszatérünk egy következő beszélgetésben. De miért? Nem csak azért, mert a pogány kultúra az bálványimádó, és ezzel egy teológiai problémát sért, hogy most akkor egy isten van, vagy több isten van, hanem mert olyan erkölcsileg káoszos és, és az emberi alap öm, méltóságot sértő kultúrák és szokások voltak ebben az időben, amelyek, amelyek egyszerűen ö, fenntarthatatlanná tették, vagy teszik az emberi ö, létet. Ö, most belemeltünk, hogy milyen ókori... Pogány szokások voltak a gyerekáldozáson keresztül, a, 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 a teljes promiszkültáson át. A, tehát, és, és ezeknek ezek nem egyszerűen olyan szokások voltak, amik egy kultánka része, hanem vallási jelentéssel ö, ö, voltak megtöltve, és uh -huh. azzal, a, 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 azzal a elkötelezettséggel csinálták. E, és a zsidóságnak ezért a zsidóságnak a viszonya ezekhez a kultúrákhoz ebben értelmeződik. És azt mondja a Méri, hogy független attól a kérdéstől, amiről gondolom mindjárt rá fogunk térni, hogy a kereszténység az egy, egy tisztán egyisten hitnek számít-e vagy sem, az biztos, hogy az nem egyenlő a bálványimádással és a pogánysággal, amiről a jog beszél, és egy nagyon érdekes fogalmat határoz meg, azt mondja, azok a népek, amik minket hozzá, körülvesznek, mugdarimbe gidréhaddasz, ők a vallásuk által erkölcsileg euh, meghatározottak. Mi lehetne ezt elfordulni? Ami azt mondja, ami azt jelenti, hogy egy független hogy teológiailag mit gondolunk a kereszténységről, mondja ezt a 12. században, azt látjuk, hogy, a, hogy ez az, az ő vallásuk egy erkölcsös, emberi méltóságot, elvileg tiszteletben tartó életet ír elő, előírja a házasságot, a házassági hűséget, előírja a, az Istenhitet, előírja, nagyjából úgy értelmezi az erkölcsöt, mint ahogy mi, a jó meg a rossz fogalmát. Ez teljesen független kérdés, attól, hogy amúgy ez egy tisztán egyistenhite vagy sem. És ezért. Ez, az, ez egy nagyon fontos distinkció, hogy ezek a idézetek, amik a Talmudban e, találhatóak, ezek nem, ezek nem egy az egyben értendőek e, a mai kontextusra, vagy akár az ezer évvel ezelőttő kontextusra sem, hiszen egy olyan időből származnak, ahol a, a teljes pogány, bálványimádó kultúrának a legyűrése, a civilizációnak a legyűrése volt valahol a zsidóság feladata. És akkor innen jön a következő kérdés, tulajdonképpen két irányba is mehetünk, földolom neked a labdát. Az egyik az az, hogy, hogy oké, okay, és akkor mit mond tényleg a kereszténységről teológiailag, hogy akkor ez, ez most nem is egy Isten hit, ez lehet az egy, ez egyik irány, be elmegyünk, és a másik irány, hogy akkor ez most egy jó dolog, vagy egy rossz dolog, hogy lett kereszténység a zsidó szemszögből nézve. Ha már felvetetted, akkor én ebben a sorrendben mennék. Magyarul, hogy a a kereszténység vajon ezzel a Szent Háromság behozatalával ez egy hite, illetve hogy a Szent Háromságból mik azok, amik, amik mondjuk a zsidósággal össze társítható elképzelések. Ahhoz, hogy erre a kérdésre választ az egy egész picit el kéne mélyülnünk az egyik legmélyebb filozófiai, vallásfilozófiai kérdésben, amit úgy nevezünk, hogy monoteizmus. Mit jelent az egyisten hit, és miért gondoljuk, hogy egyisten van? Uh -huh. uh, most nagyon leegyszerűsítve ezt a kérdést, azt lehet mondani, hogy, hogy a, az egyistenhitnek a, a logikai oka, vagy a logikai érvelése az az, hogy ha Isten végtelen, akkor nem lehet belőle kettő. Mert hogyha valami végtelen, és a végtelen azt jelenti, hogy mindent kitöltő, ő ő, ő, ő minden, nem lehet két dolog, ami ő minden, mert akkor miben válnak ketté. Két, kettő attól, kettő, hogy az egyiknek valahol vége van, és ott kezdődik uh -huh. a másik, nem feltétlenül fizikailag, hanem akár fogalmilag is. Ha viszont Isten végtelen és mindent kitöltő, akkor belőle csak egy lehet. Na, és itt jön még egy ugrás. Ha azt mondom, hogy Isten mindent kitöltő, és belőle csak egy lehet, akkor tulajdonképpen azt is mondom, amikor azt mondom, hogy egy Isten van, hogy nem csak egy Isten van, és nem több, hanem Isten az egyetlen valódi feltétel nélküli létező. Uh -huh. Most ez a második ugrás, ez egy olyan annyira erős és olyan, ö, ö, mondás, hogy a zsidó teológia, teológusok nagy része azon az állásponton van, hogy ez egy olyan szintje a monoteizmusnak, amit nem nem lehet elvárni az egész emberiségtől, mert ez egy, ezt azoktól lehet elvárni, a zsidóságtól lehet elvárni, vagy akik zsidóvá akarnak válni, tőlük el lehet válni, mert ez egy olyan világlátással és egy olyan életmóddal jár együtt, ami, 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 ami mindent kiforgat a, a, a normál, vagy a, a hétköznapi működés kerekéből most. Uh -huh. Tehát ez a tiszta monoteizmus, ami azt mondja, hogy ő minden. Én úgyműl mil és semmi nincs rajta kívül. Ez felvet egy csomó más teológiai kérdés, hogy akkor most mi vagyunk-e? Tulajdonképpen a világ létezik, hogyha uh -huh. ő minden. Most ebben nem megyünk bele, ez lehet, hogy majd egy, egy másik podcast. És akkor a kérdés az, hogy a, a mi a helyzet, akkor ez, ezek szerint ez csak a, tehát a. Akkor a judaizmus azt mondja, hogy van az egyisten hitnek egy olyan szintje, ami a zsidóságtól elvárás, de nem elvárás mindenkitől. Van egy másik szint, ami viszont elvárás mindenkitől, ami a Noé hét törvényében benne van, hogy egy Istenben hiszünk, a, a, az egy ilyen egyszerűbb szintje az egy Isten hitnek. És ezt a zsidóság úgy nevezi, hogy ebbe az egyszerűbb szintben belefér a situf fogalma. situf az azt jelenti, amikor komplikált téma, de hogy gyakorlatilag azt jelenti, hogy, hogy, hogy a, az egy Isten valamilyen módon társul. Társulást jelent, szó szóval, szerint a situf. Tehát nem egy tiszta egyisten hit. És akkor itt jön be az a kérdés, hogy a szent háromság fogalma az situf, vagy, vagy annál rosszabb, vagy annál jobb. Uh -huh. Ugye ez azért egy nagyon nehéz kérdés, mert ha jól értem, akkor magát a szent háromság fogalmát, maga a kereszténység is, és különböző keresztény irányzatok, mondjuk a... a, a, a a katolikusok és a reformátusok, vagy a kálvinisták, és nem azok másképp értelmezik, sőt, ha jól értem, akkor a katolizmuson belül is többféle értelmezése van, és ezért erre ugye nehéz így választ adni, de amikor arról beszélünk, hogy ez nem tisztán egyisten hit, akkor erről van szó, az akkor többnyire azt jelenti, hogy nem annak az abszolút egyisten hitnek a fogalma, amit a zsidóság a zsidóktól elvár. De ezt amúgy az emberiség egészétől nem várja el a judaizmus. A minimum elvárás az az, hogy egy Isten van, de nem az, hogy Isten minden. Van-e olyan hasonló fogalom a zsidóságban, mint a, a, amit a kereszténység szentléleknek hív? Van isteni lélek, vagy vagy, vagy vagy amilyen, ez a, ez a holy spirit? Uh -huh. Ugye ez, ez, egy, ez, egy, ez is egy nehéz kérdés, mert a lélek, fogalma a zsidóságban, amiről vissza hosszan beszéltünk, egy olyan fogalom, ami egyébként létezik, de hogy az mit jelent, az, az, nagyon, sok, nagyon sokféle értelmezés van a zsidóságon belül erre, tehát ez nem, nincs, nem egy, egy, egy egyértelműen letisztult kérdés, Igen. de alapvetően ugye a, a, a tanítása az, hogy minden emberben a lélek az valahol egy holy spirit, az egy, az egy isteni lélek. Minden emberben ott van ez az isteni lélek, és ebben nincs különbség. Uh -huh. És olyan értelemben nincs különbség, hogy, hogy van, aki, aki, aki tulajdonképpen Isten ember, ember formában, vagy ember, ember alakban, hanem csak annyi, hogy vannak emberek, akik ezt az isteni lelket, ezt jobban tudják a, a felszínen is ö, megélni, és vannak, akik, akiknek a, a, másik lelkük, ami minden emberben ugyancsak megvan, az az ösztönlélek, ami alapvetően, a, vagy állati ösztönlélek, ami mindannyiunkban megvan, az erő, az, az felülkerekedik ezen a, az isteni léleken. A másik kérdés, amit felvetettél, hogy jó-e az, hogy van kereszténység? Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye az egyik oldalról a zsidóság, ahogy mondtuk a beszélgetés elején, nagyon negatív tapasztalatokkal bír a kereszténység részéről, ugye történelmileg. Sok üldöztetés, vér, menekülés, inkvizíció, és itál, és tovább. És ennek ellenére van egy nagyon érdekes hivatkozás, ami tulajdonképpen az egyetlen, ami egyértelművé teszi, azt, hogy, 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 akkor ez most jó dolog, vagy rossz dolog. És ez a Maimonides, aki kb. 900 évvel ezelőtt élt, és egy nagyon kiemelkedő személyiség, ugye, mint, mint orvos, mint, mint uh, filozófus, mint, mint uh, zsidókánon jogász. Ugye ő az egyetlen olyan ember a zsidó történetben, aki a teljes zsidó jogot, a halachát egy műben összefoglalta, 14 kötetben, egy fantasztikus mű, és hát akkor emellett még számos más művel van, mint például a tévegők útmutatója, ami alapvetően egy filozófia mű, és a keresztény és a muzulmán teológusok is foglalkoznak az ő műveivel, és gyakran idézik. Tehát egy egy, 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 kiemelkedő személyiség, és az ő teljes zsidó jogot összefoglaló művében, a Misné órában, ebben a 14 kötetes műben, a végén, két fejezetben, és csak azért mondom, hogy itt is azért az arányokat lássuk, foglalkozik a messiással. Különben ajánlom a kedves hallgatóknak, megnézhetik ezt a két fejezetet, mert a zsidó.com-on fönt van, uh, le van fordítva magyarra. És ennek a, en, ebben a két fejezetben elmondja, vagy leírja, hogy a zsidó jog értelmezésben mit jelent az a fogalom, hogy messiás. És Ugye, ahogy a beszélgetésünk elején erről már beszéltünk, gyakorlatilag egy ilyen zsidó vezető, aki, aki részben visszavezeti a zsidókat Izraelbe, föl újraépíti a szentét, elhoz egy világbékét, és itt és, és itt És itt Kömmel a Mámedes azt mondja, hogy mindazok a proféciák, amik Ézsaiásnál, Jeremiásnál, nem tudom, szerepelnek, hogy, hogy, hogy majd együtt lakik a, báránya bárány a farkassal, és, és mindenféle csodák történnek, ez nem, ez nem része a, ezek metaforák, ezek ne, ez nem, ezt nem, nem, szó szerint kell értelmezni. Másképp, hogy másút más mond, de most ebben nem megyünk bele. E és itt akkor fölteszi a kérdést, a Mármidesz, ami fantasztikus különben, mert ilyen nem nagyon van, és ez mutatja, hogy mennyire egy forradalmi és bátor szerző volt a Mármidesz. Azt mondja, jó, és akkor mi a, mi a helyzet a azzal a názáretivel, e és azzal az ismálitával, ugye itt uh -huh. Jézusra és Mohamedre utal, ők, ők messiások voltak? az egyikük azt mondja, azt mondja, nem. Hát hogy lettek volna messiások, hogyha azt a megváltást, amit az előbb elmondtunk, nem hozták el, a zsidók nem, hogy nem lettek visszavezetve országukba, és nem, hogy nem jött el a világbéke, hanem kardrahányva szenvedtek, és stb. stb pont ezeknek a nevében, stb. És ráadásul ők azt is mondták, hogy hogy a, 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 a mi szövetségünk az már idejét múlt. Az egyik azt mondta, hogy idejét múlt, és már nem kell vele foglalkozni, másik azt, mondja, hogy másképp kell értelmezni, és akkor itt az egy külön kérdés, hogy melyik melyik, de mindegy. E, tehát hogy lennének messiások? És akkor itt jön egy nagyon érdekes csavar, és azt mondja, na jó, de ha fölmerülne a kérdés, hogy nincsenek véletlenek a történelemben akkor mi az oka annak, hogy Isten hagyta, hogy, hogy, hogy ezek a vallások, vagy ezek ezek megjelenjenek, ugye nem a vallásokról beszélnem ezek maguk, a vallás alapítókról, és sok embert maguk után vonzanak, és, a, és Isten népe pedig szenvedjen az ő, 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 ő okukon, akkor erre az a válasz, hogy bár nagyon sok volt a szenvedés de legalább a Tóra, és annak üzenete, még ha nem is tiszta formájában az egész emberiséghez eljutott, és az e amikor majd eljön, valóban eljön a messiás, akkor ez már nem egy idegen dolog lesz, hanem egy, hanem egy mindenki számára ismert, ami hihetetlen, mert gyakorlatilag azt mondja, hogy nem csak, hogy nincs igazuk, tehát már teológiailag van itt vita a zsidóság és a kereszténység, a zsidóság és az iszlám között, mert hogy olyanokat mondanak, hogy a mi szövetségünk az abból fakadó szokások, előírások, stb. már nem érvényesek, nem csak, hogy nem messiások, nem csak, hogy ne, mi nézzétek meg, és ezt ezer évvel ezelőtt mondtam, még a spanyol inkvizíció és a holokauszt, és folytatnám, és a chemnitzké e, e, féle pogromok, és itt és tovább előtt, és már azt mondja, hogy mennyit szenvedtünk, de és nem csak, hogy szenvedtünk mindezek dacára, Alapvetően, ha az emberiség egészét nézzük, akkor a, a szaldó inkább pozitív, mint negatív. Mert korábban az egész emberiség pogányvállalányimádó volt, és most már a Tóra és a Héber Biblia fogalmai és értékei mégiscsak elterjedtek a világon. Még ha ezek más vallásokban is jelentkeznek. Így van. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen.